eséssel nyitottak az európai tőzsdék csütörtök reggel, miután az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed továbbra sem csökkentette az irányadó kamatokat. A Fed döntése nem csak Donald Trump amerikai elnöknek okozott csalódást, miután Trump kamatvágásra biztatta a bankot, de az európai tőzsdék árfolyamait is lefelé befolyásolta. A május 1 i szünnap után újra nyitó uniós tőzsdék indexei átlagosan 0,6%-os csökkenéssel indultak reggel fél nyolckor kivéve a brit tőzsdét, amely korábbi mínuszát görgeti tovább. A brit jegybank csütörtökön ülésezik a kamatszintről, de a legvalószínűbb forgatókönyv szerint nem változtatnak az alapkamaton. Az ázsiai tőzsdéken nyugalom van, miután a kínai és a japán bőrze ünnep miatt zárva tart.